Az egyre népszerűbb kisalföldi megyeszékhely madártávlatból. Nem csak az itt élőknek tetszik, de a turistáknak is, hiszen jelentősen nőtt Győr idegenforgalma az elmúlt években. Most arra sikerült elérni, hogy a folyók városa ne egynapos város legyen, amit az is bizonyít, hogy Győr bekerült a 10 leglátogatottabb település közé, a külföldi vendégek számát tekintve pedig a 7. helyen végeztünk tavaly. 2008-hoz képest 2012-ben megduplázódott a Győrbe érkező turisták száma. Ez azt jelenti, hogy 357 ezeren érkeztek városunkba 2012-ben. Az előző 2011-es évhez is egy komoly előrelépés volt, mintegy 25%-kal érkeztek többen turisták Győrbe. Hogyha az összetételt nézzük, akkor a legtöbben Ausztriából, Szlovákiából és Romániából érkeznek a városunkba. Danubius Hotelába, City Center, jó napot kívánok, miben segíthetek? A történelmi belváros szépségei mellett az idegenforgalmi fejlesztések, valamint a fesztiválok is hozzájárultak ahhoz, hogy Győr egyre népszerűbbé váljon. Ezeket az önkormányzat idén 200 millió forinttal támogatja. A különböző attrakciókra vendégek tízezrei érkeznek, és nem csak itthonról, hanem a határon túlról is. Ezen a héten kerül megrendezésre a Győrköc Fesztivál, ami regionális fesztiválnak mondható, sőt talán euroregionálisnak is, hiszen nem csak Győr és vonzás körzetéből, a környező megyékből, hanem a felvidékről is, a Csalóközből is érkeznek ide gyerekekkel szülők és nagyszülők, tehát ez azt jelenti, hogy összességében sikeresek a programjaink. Ezen a hétvégén a Győrköc Fesztivál, augusztus 24-én a Straight zenekar koncertje, közben pedig a barokk esküve és a győri bornapok lesznek leginkább közönségcsalogatóak, de egyre több úgynevezett hétköznapi kiránduló is érkezik a megyeszékhelyre, amit jól mutat, hogy egynaposból mostanra legalább átlagosan két-két és fél napos turista célponttá vált Győr.